nem tudjuk kivárni, ameddig a kollégáinknak jogosítványa lesz rendező, koreográfusi vagy oktatói diplomája, úgyhogy úgy gondolom, hogy az itthonmaradásban egy nagyon fontos feladatunk az, hogy a munkájukból meg tudjanak élni, hogy legyen meg a sikerélményük, hogy kapják meg a lehetőséget azok, akikben csörgedezik valamilyen ihlet, valamilyen alkotási kényszer, azt kell mondanom, mert hogy nem tudnám Szilvesztert leállítani, mert jön a következő műsor ötlettel, azért mondom, hogy valószínű, hogy ezek valahol bugyognak, akkor is, hogyha ennek még mindig nincs iskolája. Nem akartuk eldugni az üzenetét, ott-ott tovább tesz minket kicsit, ha attól nézőre, hogy akkor egy valaki 10 előadásból rájön, és akkor nagy ötlet. Nem akartuk ezt, egyszerű előadást akartuk. Más szint fog hozni a műsorba. Én uram, a fizetést köszönöm. Ha Isten megtart erőt ad, majd meg is szolgálom. De azért csak rója fel a kapu félfájára, hogy el ne felejtsen. Háromszor verik ennek ezt vissza, Ludas Matyi! Ruháinkat, a szebb szigetőt, ruháinkat is mindenki abban van ugye öltözve. Szóval mivel, hogy megérkezünk mezőségre, és ott játszik többnyire, ugye oda helyeztük Döbrögött mezőségre, ezért szintén a szép mezőségi ruháinkba jelenünk meg a műsor második felébe. Az őkői cigányot, hát ahhoz is adott a viseletünk, azt azért viseljük ottan. Úgyhogy így alakult ki, ez is belső termék a jelmez. A kellék az mind a Szilveszter ötlete volt, a kanapé, a mindenféle az, hogy elő, mekkora, hova fogunk elférni, mi lesz vele, megoldottuk, mindig is nagyon jól működik a dolog.